Üdv prepperek! A mai napon ezt az Alpovers R600-as típusú Power Station-t fogom nektek bemutatni. Ez már egy ideje velem van, már láthattátok különböző helyzetekben, hogy megállt a helyét, és igazából már nem tökéletes szépségében tudom nektek bemutatni, mert ezeket valóban én használom, mielőtt ajánlom nektek. És azt kell, hogy mondjam, hogy az S300, amit eddig használtam, amit látjátok, most is használok különböző világításra itt a lakókocsiba, után ez a kedvenc, másik kedvenc Power Station-öm, mert ez is egy kompakt méret, tehát könnyen hordozható, és ami még rendkívül jó benne, hogy szünetmentes tápként is használható. Na, de vágjunk bele! Nos, itt vagyunk kinne egy közparkolóba, jelenleg most itt fogunk tanyázni, és ahhoz, hogy estére legyen nekünk kellő mennyiségű áram, egy Power Station-t fogunk a lakókocsi hálózatára rárakni, de előtte, mivel hogy még süt a nap, ezért rárakjuk a solar panelt is. Nos, egyszer van nekünk egy kábelünk. Akkor rögtön mondanák egy pár szót erről a szolárpanelről. Ez egy, mint ahogy látjátok, ez egy flexibilis szolárpanel, tehát így meg tudom hajtani. Ez 200 wattot tud termelni, 38 volt az a maximális feszültség, ami kijön belőle, és 6,67 amper. Úgyhogy ezt fogom rácsatlakoztatni a Power Station-re. Ugye van ez a szabványos solar panel csatlakozó, de nekem egy ilyen konverterre át van alakítva, hogy az R600-as Power Station-re rá tudjam rakni. Most jelenleg az ideális napsütés abból az irányból jön, ami nekünk tökéletes, mert akkor így közel be tudjuk üzemelni. És rárakjuk a szépen jönnek be a wattok, most jelenleg 31 wattot tud összefogni, de mivel hogy az akupak szinte teljesen föl van töltve, ezért nem is biztos, hogy maximális töltéssel fog most tölteni, mert innentől már így csepegtet úgy nagyjából. Jelenleg már 99%-on áll, tehát azért ez a solar panel ez tud valamit, illetve maga a Power Station is, mivel hogy 200 watttal képes töltést fölvenni, egyébként maximumba 300 watttal. Dugjuk be a lakókocsi áramkörét. Úgy néz ki, hogy minden le van kapcsolva, mert a fogyasztásunk az 0 watt. És hát most maradhat is így. Kapcsoljunk föl benne a rendszert. Nézzük meg a lakókocsit. Nos. Nézzük meg, hogy így van. Gyönyörűen világít a ledes. Ugye kint láthatjátok, hogy milyen fogyasztással bír, hogyha fölkapcsoljuk az összes áramfogyasztót, ebbe egy neoncső van. Ugye ezek itt nagy fogyasztók, ez a két 40 wattos kis lámpa, mert nem ledes technológia, vagy 25 wattos talán, de ezek is tökéletesen működnek. Amit még tudni kell erről a Power Station-ről, hogy gyors töltésre is képes, tehát 300 wattal képes őt tölteni. Ha megnézitek, akkor pont ezt ki is használtam egy ilyen vonatos videóba, ahol éppen a vonaton töltöm. Egyébként most is jön egy vonat, megvárjuk, amíg elmegy. Ez nem is olyan hangos. Na de kérem szépen, itt láthatjátok, hogy egész jól loptam a napot, vagyis hát az áramot, mert ugye többnyire az áram az a napból van, ha fosszilis energiát használunk föl, akkor is végül is az erőművek a napenergiát hasznosítják. Na de ebben a Power Station-ben lítium vasfoszfátos akkumulátorok vannak, amik rendkívül hosszú élettartalmúak, tehát a lítium ionoshoz képest, nyilván egy kicsit nagyobb a terjedelme, de cserében
háromszor-négyszer hosszabb élettartalommal bírnak. Tehát ők egy hosszú távra tervezhető dolgok. Amit még elfelejtettem mondani, hogy ő szünetmentes tápegységként is használható, tehát hogyha van egy egész pontosan 600 wattos eszközöd, egy darab, ugye nyilván, mert ugye, ha kettőt nézzük, akkor a kettő tud 600 wattot, tehát vagy 2-300 wattos, vagy egy 600 wattos eszközt tudsz benne szünetmentesen működtetni, szépen megadod neki a hálózati feszültséget, és bedugod ide az eszközödet, és nem fog kikapcsolni a számítógép mondjuk mentés előtt. Úgyhogy őt erre is kifejezetten tudom ajánlani, mert ha megnézzük, hogy ha valakinek egy szünetmentes tápegységgel megveszi, közel ugyanennyit fizet érte, viszont ez cserében egy power station is, amit elvihet magával a strandra. Na, de amit még töltési lehetőség van, az az, hogy ezen a csatlakozón keresztül szivargyújtón is föl lehet tölteni, tehát pont itt a strandos példa, hogyha én ezt kiviszem strandra, akkor az autóba útközben tudom tölteni, nem célszerű úgy tölteni, hogy közben nem jár a motor, mert azért nagy feszültséget vesz fel, egyébként is a csatlakozója is egy combos, vastagabb kábel, úgyhogy tehát ilyen módon lehet tölteni akár a strand előtt. De nézzük meg közelebbről, hogy még mik vannak az eszközön. Itt mindjárt látunk a DC oldalon, amit ugye külön bekapcsolunk, akkor ilyenkor meggyullad ez a szekció, illetve látszik, hogy DC alá is van helyezve az eszköz. Itt van két darab C-type portunk, ami összesen a kettő 100 wattig képes magából kiadni feszültséget, illetve alatta két darab USB 3-as portot, ami összesen 16 watt leadására képes. Ezen az oldalon találjuk a 220-as csatlakozókat, vagy 230, ki hogy szereti mondani, ami összesen a kettő együtt 600 wattig terhelhető. Mindenről tájékoztatást ad ez a kis monitor, ezen ugye láthatjuk, hogy 86%-ig van föltöltve a power stationünk, jelenleg 50 Hz-el működik, amit lehet egyébként állítani 60-ra is, a 230-as csatlakozónk, illetve hogy be vannak kapcsolva a DC, illetve a szivargyújtó áramvételi lehetőségek. Amit még nem mondtam, az az, hogy van egy wireless töltő, egy 15 wattos wireless töltő a tetején, tehát hogyha erre ráhelyezzük a telefonunkat, akkor szépen itt az eszköz a tetején is képes töltést leadni. Az eszközhöz egyébként kapunk tartozékba kábeleket, ezt egy korábbi kicsomagolós videómban, ha ide föntre kattintotok, akkor láthatjátok a kis short videót, hogy mik voltak benne a dobozba gyárilag, és összességében azt kell, hogy mondjam, így hosszú távon már, hogy nagyon meg vagyok elégedve ezzel a kis power stationnel, tényleg egy jó kis erőmű, úgyhogy ha egy ilyen pici méretben gondolkodtok, árérték arányban én azt gondolom, hogy ez egy jó választás lehet nektek is, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a power station ajánló videómat, ha tetszett a videó, akkor kérlek dobjatok egy lájkot, ha nem vagy még feliratkozva és érdekelnek a jövőben kempingtechnika, prepper, urbexes témák, akkor kérlek, hogy iratkozz fel a csatornámra, és nyomj meg a kis csengőt is, hogy értesítést kapjál. Úgyhogy nincs más, mint hogy elköszönjek, erőt, reménységet kívánok mindenkinek, sziasztok!